február első fele az ikreknek pozitívum, negatívum és egy tanács. Pozitívum, pozitívum, hatos. Na most ez pénz. Jön a pénz. Anyagi támogatás, valamilyen kifizetés, valamilyen plusz juttatás, valamilyen plusz pénz jöhet pozitívum. Na nézzük csak még, mi lehet itt, mert néha ez a kártya olyat is szokott mutatni, hogy mi segítünk másoknak. Viszont ha segítünk, akkor van miből? Tízes, tízes kardok ez a ti energiátok, ez maga a levegő. És jaj, de jó, hogy ez a kártya pozitívumra jött ki. Tehát ez egy lezárás. Ez egy végleges lezárás. Lehet valaki megszabadul végre a hiteltől, végre lezárja azt a hitelt? Ilyen is lehet. Lehet. De az mindenféleképpen jó dolog lesz. Tehát meg Könnyebbül az ember. Amikor valamitől megkönnyebb, valamitől megszabadul, akkor annyira megkönnyebbül, szinte úgy érzi, hogy vagy újjászületett, vagy kapott egy, egy új levegővételt, vagy amikor víz alatt vagyunk, és a felszínre felúszunk, és ugye a víz után, a levegőtlenség után jön a levegő, tehát ez, ez valamilyen hasonló dolog, hasonló érzés, tehát ilyesmihez tudnám hasonlítani, hogy ez a lezárás egyszerűen egy hatalmas teher leesik a válunkról. Tehát valamilyen, tehát komoly, komoly dolog, komoly dolog. És egyébként a, az érmék értékek is, értékek is, Például az egészség, az érték. Tehát megszabadulni a betegségtől. Uh -huh. Na, menjünk csak tovább. Nos, hát ez ti vagytok. Ez, ez a király, ez maga. Maga az ikreg. De lehet ez egy orvos például, aki segít. Vagy egy ügyvéd végre lezárul valami, valamilyen hivatalos ügy, valamilyen bírósági ügy, ami pénzzel kapcsolatos például, és ez a személy ügyvéd, jogász segíthet. Tehát valami hasonló dolog lehet, de komoly, komoly lezárás. Nos, kapunk tűzenergiát, és kettes választás, választási lehetőség, tervek, tervek. Megyünk tovább. Jaj, de jó. Nagy árkánum, a szerencsekerék, tehát a szerencse segíteni fogja az ikreket. Ez nagyon jó. Na hát szerencsés pillanat, szerencsés fordulat, szerencse, fortuna. Ezt nem szabad elszalasztani, ezt meg kell ragadni. Jön a lehetőség, lehet itt a választás. Nyolcas, és megint pénz, és ez munka. Lehet munkával kapcsolatos, ez a szerencse? Lehet ez itt előreléptetés a karrierben? Valami kapcsolatos a karrierrel? Ilyen is lehet. Magasabb szint. Magasabb szint? Lehet egy plusz prémium? Lehet egy olyan munka, egy, egy olyan ajánlat, amire, amire mm, hát nagyon régóta vágytunk, álmodoztunk, és végre itt lesz? Ha esetleg valaki tanul, akkor ott is lehet, hogy szerencsés, szerencsésen le fog vizsgázni? Ilyen is lehet. Valami, valami a munkával kapcsolatos lehet ez a szerencse, vagy, vagy, vagy bármi mert főleg itt a király, tehát a maga az ikrek. Itt vannak velünk. Negatívum, mi az, amit erre el lehet kerülni. Tűzenergia, valamilyen kezdés, vagy gyermekekkel kapcsolatos, valamilyen kellemetlenség vagy idős emberekkel. Na nézzük! Nagy az igazság. A jogi ügyek, fontos dokumentumok, lehet, hogy valaki el akar kezdeni valamit, saját vállalkozást, vagy új munkát, és még valami a dokumentumokkal nem lesz tiszta, valami nem lesz világos, valamilyen engedélyt nem kapunk meg. Megint tűz energia, meg kell védeni magunkat. Egyébként jogi ügyek, bírósági ügyek is ide tartoznak, és meg kell védeni magunkat. Aha. Ilyen is lehet. Védekezés, védekezés. Ez lehet akár, akár, hm pár kapcsolattal valami, tehát ott támadást kapunk. Ilyen is lehet. Kérünk szépen plusz információt. Nos, kezdés egy, kezdés kettő, mind a kettő tűz energia, jó? Tehát ott vigyázni kell, ha ha valamibe belevágunk, akkor a dokumentumokra nagyon figyelni kell, jó? Tehát az utolsó betűt is el kell olvasni, mielőtt aláírunk valamit. Ez fontos információ valakinek, mert nehogy ebből emiatt legyen valamilyen kellemetlenség. Mm, igen. És a komfort, a komfortra vigyázni kell. Ha valami nekünk nem komfortos, mm, egy társaság nem komfortos, mm, nem jó ott maradni. Tehát akkor változtatni kell. Kérünk szépen plusz tanácsot. Uh -huh. Na mi ez? Ötös, levegőenergia, ti energiátok, ez ötös, és ez kardok, ez valamilyen harc, valamilyen, valamilyen negatív konkurenciam, harc, vita, veszekedés, háborúzás valakivel, de ez nehéz harc. Viszont, viszont, ha már, ha már belemegyünk ebbe a harcba, ha nem lehet ezt a konfliktust elkerülni, akkor mindenféle eszközökkel harcolni kell. Mert tudni kell, hogy, a, hogy az ellenség képes mindenféle ajasságra. Jó, tehát az ellenség itt nem finomkodik. Ez egy fontos információ valakinek. Jó? A negatívumot el lehet kerülni, egyszerűen oda kell figyelni, viszont a szerencsekerék, a fortuna itt van, itt van, és a megszabadulás valamilyen kellemetlenségtől. Lehet ehhez kell az a harc, de megszabadulunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!